Sziasztok! Azért rikkentettem ezt a kis szösszenetet, mert azt vettem észre a legutóbbi játékon, hogy néhány játékos társam rendkívül veszélyes módon hordja az oldalfegyverét, a pisztolyát. Igen, igen. Na jó, nem baleset veszélyes módon, hanem inkább talán úgy fogalmazhatnék, hogy a pénztárcájára veszélyes módon. Nem volt ugyanis a fegyvereken egy nagyon speciális eszköz, amit talán úgy hívhatnánk, hogy tárbiztosító gumi. Ha nem ez a neve, akkor nem tudom, én most így neveztem el. Megmutatom, mi az. Nézzük meg, hogy mi is az alapvető probléma. Az oldalfegyverünk az oldalunkon, kúszunk-mászunk a susnyásba, észre se vesszük, de a tár kioldó gomb megnyomódik, a tár kiesődik, a tár elhagyódik, és nagy szomorúság tölti el szívünket, mert a tár ára nagyon sokszor közelíti az egész replika árát. Sokba kerül ez a kaland. Erre van kitalálva egy tutiság, mutatom. Tehát így néz ki ez a speciális eszköz. Egy kis ilyen zokni vagy bugyingó a tárnak. És hát az a helyzet, hogy ez bizony sajnos magunknak kell elkészítenünk. És bevallom őszintén, hogy én se virsli 10 ujjammal hoztam létre. Úgyhogy a gyakorlásunk és a párkapcsolatunk ezen a ponton elérkezik egy olyan romantikus pillanathoz, amikor párunkkal együtt, őt bevonva tudunk készülni a hétvégi harcokra, megkérve, hogy ugyan csináljon már nekünk egy ilyet, mert hogy hát nem nekünk kelljen ugye az említett végtagokkal. És az igazsághoz hozzátartozik, hogy ezt a csodálatos eszközt természetesen nem én találtam fel, erre nem alkalmas az intellektusom, hanem egy weboldalon láttam, hogy ha jól emlékszem, az airsoftujjonc.hu-n, és ez nem egy fizetett hirdetés, ez tényleg egy csodálatos oldal, mindenkinek javaslom a látogatását, kezdőknek, de már gyakorlóknak is nagyon sok hasznos információ van rajta, és azt hiszem, hogy onnan koppintottam, úgyhogy övék a copyright. Megmutatom, hogy kell használni. Az eszköz felhelyezése rendkívül egyszerű. Fogjuk, és itt az alján felerőltetjük a fegyverünkre. Szándékosan használom a fegyver szót. Nagyon divatos ez a replika kifejezés, de én úgy gondolom, hogy ha egy tárgyat fegyvernek hívunk, fegyverként is fogjuk kezelni, olyan óvatossággal és körültekintéssel, amit egy fegyver megérdemel. Úgyhogy én Dafke annak hívom a replikát. Na íme, és rajta van. És látjuk, hogy el nem hagyja többé a tárat, és szívünket szeretet tölti meg, boldogság és béke. Nos, hát ennyi volt ez a mai kis szösszenet. Szeretnélek megkérni titeket, hogyha esetleg ti is tudtok valami ilyen apró tutiságot, amit egyszerűen és vagy olcsón meg tudunk csinálni magunknak, akkor osszátok meg ezt kommentben, megcsináljuk, bemutatjuk, mindenki látni fogja, mindenki örvendezni fog, és mindenkinek a szívét szeretet, béke, meg ezek a dolgok töltik meg, amit az elején mondtam. Na jól van, sziasztok!